Szép jó hajnalt mindenkinek. Torin vagyok. Ez pedig a Dotage folytatása. Lássuk. Ez megvan, megvan. Bár az esemény az majd olyan, amilyen. Hol állunk a végéhez? Még elég messze. Majd meleggel lesz, ha jól értem. Olyan nagyon messze már nincs azért. Tavasz közepetáján vagyunk, második tavasz közepetáján. Hogy mi volt az aktuális terv, arról hazány külszem nincs már. Hogy éppen most mit csináltunk. Azt hiszem volt valami komolyabb terv. A sörfőzéssel kapcsolatban, ha jól emlékszem. A sörfőző megvan. Plusz egy, ha a mező van a közelbe, meg vizet kell. Azt hiszem ezt megcsináljuk. Ahogy ahhoz kell a másik fajta, a burzsoá program. Ez kellene tégla. Annyira nem fontos, hogy meglegyen. Hogy őszinte legyek. Lehetne disznót készíteni. Azt hiszem ezt megcsináltuk már. Vagyis nagyon remélem. Jó. Azt hiszem ez jöhet most. Nem kritikus, de legyen meg. Jó. Sörfőzőt. Emlékszem már. A több búzát akartuk a birkákhoz. Mert azért elég sokat esznek a birkák most már. Jó. A ruhakészítő. Még majd az lesz egy kérdés. Ehhez semmi különös nem kell. Plusz egy, ha cucca közelbe van. Hát akkor a plusz egy az... az tisztán kell, az nem kérdés. És azt hiszem itt egy kis talajt azért építsünk. Hogy ide mondjuk még egy ilyen mezőt lerakjunk. Az majd nem fog ártani. Mondjuk. Mondjuk legyen így. Aztán meglátjuk, hogy hogy állunk. No, mit találunk? Lelkesen rohan valahova. De hova? Hova halad? Világ végére. Oké, mit gyárt nekünk? Azt hiszem szerszámokat szokott. Nem, palánkot. Igazából nem hasznos. Hogy őszinte legyek. Tő az, amivel hiánya vagyunk. Részben azért, mert rengeteg követ raktunk fel, ugye. És egy követ folyamatosan meg is eszünk. Egyébként az is benne van. Harminc valahány emberke, az azért nem kevés. Hogy őszinte legyek. Jó. Aztán kell még egy barley. Aztán a sörfőző kéne majd valamikor. Jó kérdés, hogy az merre bujkál. Vagy
Ez most merre van? Carpentry. Oké. Ez se. Pedig akár lehetne. Merre van a kajakészítő? Hát... Ez remek. De komolyan, hol van a sörkészítő? Melyik? Melyik cuccba bujkál? Mert nem itt van. Mert van a fesztivál, de ahhoz kéne a sör. Vagy nem fejlesztettük ki. Ahogy még nincs kifejlesztve, akkor annyira nem nagy baj, hogy nincs meg. Csak nem jó. Oké. Okay. Nem emlékszem, hogy volt-e itt. Majd ide egy újabb fát akartunk. Azt hiszem, mindennel jók vagyunk most egyébként. A vízzel pozitív. Valahol itt kell majd egy kutatásni. Úgyhogy azzal készüljünk elő. Csak hogy meglegyen. Különösebben nem kritikus. De legyen meg, és akkor majd ide építjük a sörfőzőt. Azt hiszem, és akkor ide lesz majd a maga a sör cucmák. Ha minden jól alakul. Oké, ezek haladnak, még készül a gyógyszer is. Azt majd aztán át kell rakni a másikra. Bár technikailag 60 napra még jók vagyunk. Úgyhogy szerintem belefér. Mondjuk a 18 az nem kell. Egyet azt haladhatunk gond nélkül. Mert azt hiszem 45 naposak, úgyhogy technikailag egy kicsit ki fogunk fogyni. Ami nem jó hír azért, összességében. Bár minden nem lehet meg. Jó, most már továbbiakat nem akarok ültetni. Azért ültessük vissza. Azzal legyünk meg. Ja, hát haladjunk akkor egyszerűen. Ha papíron mindenből jók vagyunk, akkor haladjunk simán. Aztán majd meglátjuk. Ó, valahova futkároznak. Milyen esemény, milyen móka lesz, pozitívnak tűnik, nem annyira, de mondjuk oké, kapott egy tulajdonságot, legyen úgy, azzal nem nyertünk vagy vesztünk semmit. Ez kell majd oda. Jó. És azt rakjuk ide. Meg kell majd nyilván a sörfőző, de az még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze van. Hát haladjon. Ezt nyilván termeljük vissza. Mert miért ne? A búza az hogy áll egyébként? Vagy a liszt, vagy hogy mondjam, lassan nő. Nem gyorsan, de ja, tél végére nullára estünk. De jók vagyunk, azt hiszem. Sőt, most már szerintem tudnánk egy
többet is fogyasztani, egy második ilyen tejcsárdát, vagy hogy mondjam. Visszaraktuk? Azt abban sem vagyok biztos, hogy van. Hát, akkor legyen itt mondjuk, annak érdekében, hogy legyen itt. Nem pedig azért, mert nagyon fontos. Oké. Aztán egyenlőre ennyi. Mert tudnánk több sajtot gyártani, bár aztán most is 4-esével gyártjuk. Ami azért nagyjából elég a luxus kajára. De mondjuk sajt, tejből egyértelműen többet termelünk, mint kell. Kellene. Jó. Akkor érdemes elgondolkodni egy újabb ilyen tejgyártón. Egyen belül kell lennie. Oké, ha ide rakjuk a tejgyűjtőt, értéktelen, akkor ide tudok kettőt. Ami két naponta 6-ot fogyasztana, vagy naponta 6-ot fogyaszt, ez meg két naponta 12-t termel. Ha jól értem. Úgyhogy az pont jó lenne. Hát akkor építsük meg először ezt ide. Érdekes, ide tudom nullával, ide nem. Ja, hogy az nem a mi területünk. Ó, az más. Az más probléma. De, és ott technikailag akár 3-at is ki tudunk majd rakni, ha nagyon kell. Ami egyébként nem feltétlenül, nem kell több, 2 elég. 2 elég. Az már bőven-bőven sok, de mindegy, 2 elég. Jó. Egyébként van még helyünk? Valamennyi van. Nem sok, de valamennyi van. Jó, megvan az esemény, a meleg. Mivel úgyis meleg lesz a fő eseményünk, azt hagyjuk folytatni. Azt a hidegtermelőt. Azzal csak begyűjtjük a bónuszokat, meg amit ad előnyt. Hát, ha valami hasznos. Nem vagyok meggyőződve róla, de ki tudja. Esély, eső, meg víz. Hát... De nem vagyok meggyőződve, hogy hasznos. De mindegy, legyen így. Hogy... Kéne oda valaki. És akkor tessék, jön a valaki. És akkor lesz, nem is tudom, szövet, azt hiszem. Igen, majd szövet lesz belőle. Lassan-lassan. Nem kapkodjuk el. De lesz majd szövet belőle. Hajrá! Mindjárt ez teljesen jó. Jó, többen nedvesek lettek. Esernyő az egy ismeretlen fogalom, és jön egy ómen. Na, az mi lesz? Ketten galátkoznak.
Röcs. Véreznek. Négy napig vérzik. Néhány kör múlva meghal. Rá pikkelhetünk, rá mehetünk, hogy mennyi idő. Felteszem, a négy nap alatt meghal. Igen, négy napig haldoklik és négy nap alatt hal meg. Remek. Hol tudom meggyógyítani a vérzést? Nem itt. Nem is itt. Ah. A bleedinget itt tudjuk meggyógyítani. Oké, egy nap, amíg kifejlesztem. Egy nap, amíg megépítem. Egy nap, amíg csinálom a cuccot, meghal. Akkor valószínűleg meg fog halni valaki. Nem jó. Na hát így jártam. Jó, hát legfeljebb majd akkor újra kifejlesztjük, azért annyira nem ultrakritikus. Jó, ezt csak leraktuk, hogy le legyen rakva. Aztán így jártam. Talán meg tudjuk menteni. Bár valószínű, hogy nem. Ha ki lett volna fejlesztve, vagy, és főleg ha meg lett volna már építve, akkor esetleg. De hát most ezt jogosan azt tudom mondani, hogy na bum. Ezt azért tényleg nem érzem úgy, hogy ez zavar. Jó, hadd haladjon ez. Oké. Egészségkészítőt egy napon belül. Inkább ide. Inkább oda rakjuk. Oké. Hát a nedveseket meg lehetne gyógyítani, de most igazából nem érdekel, addig amíg esik az eső. Hogy őszinte legyek. Addig nem különösebben izgat. Lehet, hogy kellene, hogy izgasson, de nem izgat. Hogy őszinte legyek. Jó. Valahol el lehetne költeni ezt az egy emberkét. Ja, tényleg van ez a cucc. A vizet le lehet bontani egy fáért, egy deszkáért. Ja. Annyira nem kritikus. Ja, ez megépül. Készíti a ruhát nekem. Ahogy azt köl. Mindenki nedves lesz. Érkezik a Bowman. Nem örülök annak a Bowmannek, de így jártam. Készítünk egy... Ó, tudom, hogy kellett volna. Még egyet építünk.
és akkor lehetne most cuccot készíteni és gyógyítani egyből. Na most ha ebbe hal bele, akkor így jár. Erre azért ezt tudom mondani. Jó, miután valószínűleg meg fog halni valaki, pótoljuk. Valószínűleg úgy is kell majd egy-két ember. Ennél ezen felül is. Oké. Ó, ezt nem is néztem. De szerencsére magától pozitív lett. Ezt tényleg nem néztem. Itt kaptunk csomó kaját, vagy kaja potenciál. Nem tudom. Majd meglátjuk. Jó, technikailag még él. Úgyhogy lehet, hogy meg tudjuk menteni. Jó. Alakul. Szerintem gyártsunk még egy bébit. Annyival legyünk beljebb. Ó, ezeket kéne pótolni azért. Na majd legközelebb. Következő nap. Most még megmentjük az emberkét, ha meg tudjuk. Elvileg úgy láttam, megmentettük. A utolsó utáni pillanatban. De megmentettük, talán. Ami nem olyan rossz, ha megtörtént. Még egy random esemény. Egészségügyi, de hát arra elő vagyunk készülve. Oké. Aztán, mivel ez nincs lebetonozva, azzal készüljünk fel. Jöhet vissza, és nincs betegünk. Jó, hát a nedvesek nem érdekelnek. És legyen még egy bébi, és akkor 40 fővel egyenlőre jók vagyunk. Az úgy érzem, egyenlőre egy jó érték. És akkor most már tényleg itt az ideje, hogy ültessünk. Már 4 helyet is lehetne, vagy 5-5, vagy hányat. Az azért lassan tényleg kell. Aztán megvan a sörözőnk. Ó, még egy random esemény, mert a kevés. Hát az arra mondjuk elő vagyunk készülve, az nem gond. Az abszolút megvan. Azt hiszem kifagytak a fák. Hát akkor ültessünk mindenütt, amennyit csak lehet. Egyenlőre azzal haladjunk. És akkor kell a sörfőző. Ehhez is kéne a téglagyár, úgyhogy az egyenlőre nem. A sörfőző 75 ér. Meg esetleg majd ez is. Bár, nem tudom, nem hiszem. Mert ugye kapunk egy csomó pontot ilyen természetből, amit az ültetünk. Úgyhogy az annyira nem kritikus, mint elsőre tűnne. Az annyira nem kritikus. A morált majd meg kell nézni, hogy állunk. Hogy mennyire sürgős ez a
Hát, Egálba vagyunk. Úgyhogy elég sürgős ez a kajálda, vagy mi az, sörfőző, kocsma, akármi. Szociális kettőn belül, ott 50 az, és ott egy másik 31, amit föl tudunk dobni azért 41-re. Az nem hangzik rosszul. Az a második 31, ha olyan nagyon-nagyon kéne, két sör mondjuk. Úgyhogy kell majd a söröző hozzá, de hát az annyira nem meglepő, hogy őszinte legyek. Jó, és akartunk itt még egy, vagy két, vagy sok, hogy hívják ott, sajtgyártót. Hát egy még mindenképpen érdemes, de az a másik is, és akkor a tejet azt megisztjük folyamatosan. És akkor maximumon van folyamatosan a sajt. Pazarlásig maximumon. Lassan. Na, ti mit csináltok? Azt hiszem boldogok. Az mindig jó hír. Kaptunk két egész morált. Juhú! Oké, mindegy, ingyen pusz és nem negatív. Úgyhogy nincs olyan nagy kifogásunk, csak vicces. Ezzel azért nem fogunk semmit megnyerni most. Rövid távon. Jó. Betonozás mehet ide. Betonozás mehet ide, csak hogy meglegyen. És utána még egy sajtgyár. Mondjuk ide. Majd le kell betonozni, de ez most nem érdekes. Bár lehet, hogy betonozza magát alapból. Akkor nincs baj. Jó, és ezt meg föl kell kapálni, ezeket a cuccokat, ha már kaptuk. Használjuk ki. Ugye kaja. Elég sok kaja ráadásul. Egy vagy az összes? Egy. Jó. Az azért nem sajnálom. Az nem zavar senkit, hogy őszinte legyek. Lett volna kellemetlen, ha ezek tűnnek el, vagy egyéb. Ez majdnem hasznos. Ez majdnem érvényes, hogy hasznos. Ez azért ilyen. Kapáljunk alá, vagy betonozzunk, vagy hogy mondjam. Ezeknek meg kezdjünk alá pakolni. Ha már kaptuk, egyelőre teljesen jó. Szerintem itt is alá kapálunk ezeknek. Csak valószínűleg ide meg berakok egy ezért, árpát, vagy micsodát. Csak a mérne alapon. És akkor van további ültetni való. Egész komoly ültetvényt is kapunk. Ami azért nem olyan rossz. Abban még valami kisülhet. Jön egy egészség esemény. Pozitív teljesen. Simán lefutottuk. Hát figyeltünk rá, de nem volt mit nagyon. Random emberke, ha jól látom. No.
különösebben nem kell, de elfogadjuk. Legyen így. Annyi helyünk úgy érzem beletér, hogy itt legyen egy extra emberke. A következő évszak, na bum, hogy finoman fogalmazzak. Az abszolút nem érdekes. Aztán még kell ide négy. Hát ez hajrá. Nem kritikus, de legyen meg. Jó, mondjuk az ültetvény mehetett volna. Azzal azért úgy érzem beljebb lennénk, de mindegy, legyen így. Oké, és itt már készül a ruha, azt nem is figyeltem, de meg vagyunk vele. Ez egy gond egy szál se, azt hiszem a tejgyűjtőt vissza kell kergetni a helyére. Mert magától nem ment vissza, vagy nem egyértelmű. Ó, következő esemény. Nem izgat különösebben. Megy a következő bónuszunk, helyes. Na, még egy random ember? Már kezd egy kicsit sok lenni. De mondjuk belefér, csak. Hú, de sokan jönnek erre. A trükkös kalapjával együtt. Ahogy egy idegent fogadjunk be. Belefér. Aztán majd idővel megszűnik az idegen funkciója. 18 pötty. Az egy kicsit sok. És akkor jön az ómen. Egy egészség ómen, meg egy esemény. Annak nem örülök. Aha, kapunk random eseményt, ezt most nem is tudom mitől kapjuk. Azt hiszem abból, hogy az idegent befogadtuk. Au! Na, ennek most így nem örülök. Mert most rövid távon nem tudok sok boldogságot gyártani. Oké, itt tudunk gyártani hármat. Mivel legalább elindul pozitív irányba. De az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés. Sörünk nincs. Kettőből csinál egyet, kettőből csinál kettőt így. Technikailag akkor lehet két sör gyártunk, és akkor lehet két boldogság gyártunk. Legyen mondjuk ide. Nem, ide rakom, mert akkor folyamatosan lesz mellette valami. Évszak vége még nincs, vagy eleje, vagy hogy mondjam.
morál kéne nekem, olcsó morál. Ezt egy kör alatt tudom építeni egy morálra, hát az nem sok. Egy kör alatt esetleg három vagy öt, rengeteg bőrből, de az mondjuk belefér. Fesztivál. Egy nap alatt építjük, és két luxus kaját elkölthetünk. A 8 az nem olyan rosszul hangzik. A 15, az már végképp nem rossz. Azt szerintem lerakom. 15 az olyan vállalható, hogy több kövünk nincsen. Oké. Okay. Itt is tudunk még 3-at gyártani. Hát annyival segítjük az ügyet, de ez kevéske lesz. Az a 15, ha megépül, akkor az jól hangzik. Ha tényleg működik. Herbalizmus. Megnyitottuk a herbalistát. Meg mindenféle papíruszvágó. Szójatej, meg mi egyéb. Oké. Ezekből melyiket tudom használni? Semmelyiket. Az jó. Az jó, hogy megnyitottuk akkor. Az kivondottan hasznos. Azt hiszem, te leszel majd a nyertes, hogy legyen itt ez a másik. Akkor az kimondottan hasznos. Rengeteg meleget tud gyártani. A hóeltakarítás mondjuk nem ártana. Ami vicces módon lehet, hogy itt van elrejtve. Jó. Aztán oktatás. Ó, nem itt van ez az, nem tudom mi. Két infúziót csinál, két vízből, meg két hempből. És plusz egyet, ha szociális van a közelébe. Az jól hangzik, az szimpatikusnak tűnik. És van még egy fejlettebb valami belőle. Az érdekel. Na, itt van a hóeltakarítás. Jó, hát ez különösebben most nem izgat. Oké. Ezt most elkezdtük, vagy mindjárt megépül? Meglátjuk. Ó, állatoknak nincs elég kajája. Valóban. Valóban nincs elég kajája az állatoknak. Így egy kicsit jobban állunk, és akkor majd kell gyakorolni új embereket, meg minden egyéb problémát. Ez 3 nap. Az nem egy nap. Hát, így jártam. Utána sokat hoz, de az kevés lesz. Az utána sokat hoz. Ezt az eseményt be fogjuk bukni, vagy legalábbis hát szűkösen lesz. Infúzióból vagy vízből csinál. Vízből csinál 0-át, de ugye ha mellette van, akkor plusz 2. Ami azért nem olyan rossz buli. Ez jobb. Még sokkal-sokkal jobb.
De mondjuk vízből vagy infúzióból az úgy elég olcsó. Kifejlesztjük. Ja igen, és nem lehetne a dokit csinálni. A tényleg jó változatát. De az nagyon messze van még. Ki fogunk fogyni, abszolút ki fogunk fogyni. De hát meglátjuk. Hát ez az esemény, ez nagyon nem tetszik. A mínusz 20-tal kezdünk, és utána jön a büntetőkör. És pont úgy, hogy egy-két napra voltunk attól, hogy menjünk rendesen. Működjünk jól. Na hát így jártam. Azt hiszem, alapvetően így jártam. Ezúttal. A kajával azt hiszem nincs gond egyébként. Megvan ez a két cucc, de ez mondjuk inkább olyan, hogy oké, megcsináltuk. Különösebben nem befolyásol semmit. Azt hiszem ez jöhet végre. A... mi ez? Természet cucc. Ha majd egyszer kell, esetleg. Nem különösebben, de ha kell, ha mégis kellene. Elvileg nem kell, gyakorlatban majd kiderül. Hát ennek nem örülök, hogy ez egy bukott esemény lesz. Effektív fölöslegesen. Vagy hogy mondjam. Nem az én hátrányomra, vagy hibámra. Főleg, hogy egy bónusz esemény, tehát ez a köz. Nem készültünk fel arra, hogy eseményt kapok olyankor, amikor nem kéne. Valóban. Valóban arra nem készültünk fel. Na mindegy, így jártunk. Haladunk, de nem sokat. Kaptunk egy bónusz eseményt. Vagy hogy mint. Ja, hogy... lassan halad csak a számolásra. A évszakváltás. Ja, a meleggel nincs baj, arra fölkészültünk. Azzal egyáltalán nem lesz guban. A hideggel egy kicsit lesz, de hát így jártam. Majd lerakunk több ilyen tűzhelyet még. Ahogy ahhoz kell egy képzett ember. Akkor... Annyit megtehetek, hogy ő menjen át. És miért nem 15? Nekem 15-öt ígértél. 11-el nincs bajom, csak 11-et ígér, 15-öt ígértél. Jó, hát ennyi. 46 lesz a vége. Ennél többet nem tudok itt futni. Csak ugye néhány napra vagyok attól, hogy meglegyen ez az egész kocsma program. Ahogy ahhoz kell egy fejlett emberke.
majd meglátjuk. Munka. Technikailag te odavaló handy megy. Ahogy akkor valaki más volt. Mindegy, legyen így. Az utolsó emberke megmehet oda. Ez most nem izgat senkit. Jó, azt hiszem a kocsmának is kell majd rendes ember, de hát az így jártam. Most már arra átállunk. Ez aztán belefér. Rengeteg sörözőnk. Rengeteg egyéb. Hát lássuk az eseményt, ennyire büntet. Fele-fele arányba lesz körülbelül. Akár szerencsénk lehet. Vagy nem, majd kiderül. 46. Hát ez teljesen random. Vagy azt hiszem buktuk. Jó, hát ezt nagyon buktuk. Ez mondjuk nem azon múlt. Ezt 90%-on is buktuk volna. Ezt a randomot. No, milyen őrületet kapunk. Au! Hau! Kösz! Ha jól láttam, akkor 5 vagy 6 embert megölt. Yeah! 5 ember minusz. Yeah! Hát ez azért nem halálos, de mondjuk nem segített. Hát nem finomkodott a negatív eseménnyel. Fröccs. Jó, hát innen fogjuk folytatni. Már ennyi. Ouch.